Jó estét kívánok, köszöntöm a hajrá nézőit! Eredményesen szerepeltek az országos bajnokságon a debreceni atléták. A sportiskola versenyzői 5 arany, 1 ezüst és 4 bronzérmet szereztek a hazai rendezésű versenyen. Vendégem Becski András, a Debreceni Sportcentrum sportiskola ügyvezető igazgatója. Szervusz András, köszöntelek a műsorban. Szervusz, köszöntöm én is a nézőket. Ismét egy eredményes és egy emlékezetes hétvégén vagyunk túl. Ezúttal ugye az atlétika volt itt a debreceni palettán, és hát ugye szereztünk sok érmet, sok aranyérmet, ezüstöt, bronzot, és hál' Istennek a szervezés is rendben zajlott itt a pandémia után. Néhány szóban kezdjük már azzal, hogy eredményesség szempontjából hogyan értékelted ezt az 5 arany, 1 ezüst, 4 bronzérmet? Mindenképpen egy nagyon jó szereplésnek gondoljuk itt a kollégákkal közösen a mögöttünk álló hétvégét. Én azt gondolom, hogy azok az elvárásaink, amik az élversenyzőinkkel kapcsolatosan megvoltak, azok maximálisan teljesültek. Illetve ami még külön örömteli számomra, hogy már a idézőjelben öregek mögött bontják szárnyaikat a fiatalok is. Hát például a női 100 gárdöntőjében 2004-es születésű DS is hölgy, lány volt a Schmidt Lila, 6. helyezett, vagy akár a Kászabó Gabika, aki ugye 3. helyezést ért el 1500-on, tehát hogy látszik, hogy jön fel az utánpótlás. Ez egyértelműen az edzőink a szakosztály munkáját dicséri, de hát összességében nagyon elégedett vagyok. Az a 100 gátat, ha már egy kiemelted, azért ez lassan már ilyen debreceni specialitás lesz. Ugye Kozák Luca győzött, Kerekes Gréta lett a második, és ott volt a fiatal versenyző is. Ez a döntő egyébként hangulatában is azért olyan tipikus, olyan debreceni volt, tényleg ott volt ezernyi ember, teli torokból szurkoltak, és izgalmas verseny volt, hál' Istennek. Ez a része szerinted mennyire tényleg a miénk már ez a 100 gát? Ugye Luca ott van már az olimpián, és hát hál' Istennek, hogy jönnek fel az utánpótlás versenyzők is ebben a számban. Hát azt gondolom, hogy ez egy debreceni, mindenképpen debrecen specialista ez a szám, vagy debreceni EK által uralt versenyszámról van szó most már régóta. Azt gondolom, hogy két lány, tehát Luca meg Gréta már évek óta hol egyik, hol másik nyer, akár szabadtéren, akár fedett pályán, tehát mindenképpen uralják a mezőnyt. Lucával beszélgettem a verseny után, egy picit csalódott volt, mert beleakadt az utolsó gátba, pedig ott még egy egyéni csúcs is nagyon billegett, hogy megfuthatta volna. Tehát azt gondolom, hogy látva itt a lányok felkészültségét, meg edzettségét, biztos vagyok benne, hogy még ezt sokáig fogjuk uralni ezt a számot. És hát jó volt azt látni, hogy nem csak ugye a klasszikus futószámokban, hanem akár a hosszabb távokban, és akár ugye a gerelyhajtásban, rudugrásban is ott voltunk az élen. A sportiskola szempontjából ezek a kevésbé megszokott, kevésbé népszerű, úgymond sportágak, ezek a szakágok mennyire fontos hangsúlyt kapnak? Mennyire van központban az, hogy tényleg sokrétű képzést és sokrétű versenyzési lehetőséget biztosítsatok itt a versenyzőknek? Ugye az atlétika az azért érdekes, mert nagyon szerteágazó, tehát nyilván kiskorban mindenki kap egy alapképzést, a többféle szakákba kipróbálják a gyerekeket, a kollégák, és aztán nyilván lehet látni, hogy kinél milyen technikai erősségek vannak, vagy milyen olyan képességek vannak, amik el tudják mozdítani a különféle szakágak felé, de nagy öröm számomra, hogy nem csak a futószámokba, hanem itt akár az általad említett gerelyhajításba, a Szirágyi Réka ugye első lett, vagy a rúdugrásba a Kleckner Hanga szintén első lett, vagy akár ha futószámokat is nézem, sprintbe is jók vagyunk, hosszú távon is jók vagyunk, tehát többféle képzést tudunk kínálni a szakedzőink segítségével a debreceni atlétát szerető sportolók számára. Erre mi is egyébként vezetési oldalról, vezetői oldalról is oda figyelünk, tehát rendszeresen szervezünk olyan képzéseket a kollégák számára, hogy nyilván az ő tudásukat is, az ő ismeretüket is mélyítsük el. Azt gondolom, hogy Debrecen a rendelkezésre álló infrastruktúrájával, a tradíciójával, illetve az atlétikával kapcsolatos jövőképpen mindenképpen abba az irányba szeretnénk tovább menni, hogy itt az atlétika az továbbra is Debrecennek az egyéni sportágok szempontjából egy húzó sportja legyen. Meglepetés eredmény volt esetleg, amiről úgy igazán beszámolnál, amiről úgy felkaptátok a fejeteket? Ugye a debreceniek jól szerepeltek, de hát mindig van egy-két olyan feltörekvő tehetség, akiről esetleg most hallunk először, aztán pedig hátha egy szebb pályafutást is befuthat.
Én most a fiataloknak örültem nagyon, hogy tényleg azok a versenyzőink, akik egyébként még a korosztályos különféle utánpótlás versenyeiken lennének hivatottak csak versenyezni, hogy ők is már bele tudtak kóstolni egy ilyen felnőtt mezőny hangulatába. Ugye ez a mostani atlétika magyar bajnokság azért is volt fontos, mert ugye kvalifikációs verseny volt, tehát itt volt mindenki Magyarországon, aki számít atlétikába, tehát nagyon erős mezőny volt, és nagyon örömteli volt látni azt, hogy nagyon sok számban rajthoz tudtak állni debreceniek, és ahogy említettem, a közöttük nem csak a felnőtt versenyzők, akiknek ugye ez volt az országos bajnoksága, hanem ott voltak közöttük már a fiatalabbak is, a junior versenyzőink. Legutóbb ugye több mint egy évtizede volt itt Debrecenben országos bajnokság. Most a szervezéssel hogyan haladtatok, milyen volt ugye a Covid miatt speciális a helyzet, illetve hát tudjuk, hogy amit te is említettél, azért ez egy nagyon fontos állomása volt a kvótaszerzésnek. Így van, tavasszal ugye amikor szerveztük a maraton országos bajnokságot, azt még teljesen a buborékban kellett nézők nélkül versenyzőket tesztelve kellett megrendeznünk. Most is még a védettségi igazolványhoz kötöttük a belépést, de azért már érződött, hogy mégiscsak teltház volt például a debreceni futamokon, tehát érződött az, hogy jönnek vissza szerencsére a nézők most már a lelátókra. Nyilván odafigyeltünk a higiéniai előírásokra, fertőtlenítésekre, próbáltuk ugye izolálni is a sportolókat, amennyire csak lehet. De mindenképpen jó volt, hogy egy kicsit a régi idők hangulatát idézte már mind a szervezés, mind pedig maga a verseny, mert hát nyilván nagyon hiányoztak a nézők azért a lelátókról. A visszajelzések alapján mind az Atlétika Szövetség, mind a klubok, akik itt voltak, abszolút pozitívan távoztak. Szeretnek Debrecenbe jönni, szerencsére az időjárás is kegyes volt hozzánk, szombaton egy picit megriasztott minket a szél meg az eső, de szerencsére nem kellett a versenyt közbeszakítani, úgyhogy félbeszakítani. Tegnapi nap pedig már, illetve vasárnap pedig már egy gyönyörű nap volt, úgyhogy azt gondolom, hogy abszolút ideális volt a két nap egy ilyen rangos verseny lebonyolításához. Azt tudjuk, hogy akár ti itt a sportcentrumnál, akár pedig maga a város azért tényleg megszámáltatlan eseménynek adunk most már otthont, akár sport, akár kultúra, de most inkább a sportot említeném terén. Szerinted az, hogy egy ilyen viszonylagos körülmények között megrendezett esemény mégis kiválóan sikerült, ugye sikerült minden egyes szabályt betartani, akár Covid, akár nem Covid, ez itt akár a debreceni atlétikának, akár pedig itt a hazainak mekkora lökést adhat itt a folytatáshoz, ami remélhetőleg, hogy most már az egészség jegyében fog telni? Ugye minden nagyobb verseny után megfigyelhető, hogy az adott sport kap egy impulzust, és ezt szeretjük is meglovagolni. Tehát itt nyáron, amikor már akár a táborokat szervezzük, vagy ősszel, amikor megyünk az iskolákba, és ugye a kiválasztási folyamatot, a tehetségkutatást végezzük, akkor érezhető, hogy ha túl vagyunk egy rangos versenyen, hogy az ad egy löketet, egy népszerűséget az adott sportágnak, amiben természetesen szeretnénk mi is belekapaszkodni, hiszen ugye nagyon fontos, hogy jó versenyt rendezzünk. Ez nyilván a stratégiánk is, hogy minden évben legyen legalább egy olyan rangos nemzetközi verseny és számos egyéb hazai verseny, ami tovább tudja öregbíteni a Debrecen Sportcentrum vagy a városnak a hírnevét. És természetesen az is fontos, hogy ezeken a versenyeken debreceni sportolók vegyenek részt, élvezzék a hazai pálya előnyét. Ehhez pedig nyilván az kell, hogy a sportiskola szakosztályba ott legyen az a kellő mennyiségű, minőségű utánpótlás, aki az eredményeket szállítja. Anizsát, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és sok sikert kívánunk akár a rendezvényszervezés, akár pedig a sport szakmai részéhez is. Köszönjük szépen! Kedves nézőnk, ennyi volt már a Hajrá, várom önöket a következő héten is a viszontlátásra.